Két kedves vendéget köszöntünk itt a stúdióban, a Pax TV tulajdonosai, Gere Józsefet és Hadna Gyernő urakat. Szeretettel köszöntjük őket a Mári Rádióban. Köszönjük, mi is de. szeretettel köszöntjük a titeket is, és a hallgatók Köszönjük is. szépen. A televízió a rádióban ez volt a gondolatom, nem egy <laughs> nagy újdonság. Rászorulunk arra, hogy a televízió csatornátról többet tudjunk, mert én rögtön a negatív, sötétebb oldalt mondom, Sajnos nem láthatja mindenki, nem jut el ezt, de nagyon sokan értékelik, követik a programjukat, élnek vele, úgyhogy örülünk, hogy találkozhatunk, és a Mári Rádióban itt kicsit be tudnak mutatkozni. Ott is sok komoly program az elmúlt időszakban, hogy ennek a jelentőségéről beszélgessünk egy kicsit. Gere József vagyok, egyébként szabadkeresztény lelkipásztor is, és a Pax Televízió tulajdonosai lettünk feleségemmel együtt 2021 augusztusától. Van két gyermekünk és három unokánk. Mikor indult a Pax TV? A Pax TV 2001-ben indult, egy erdei magyar székely vállalkozó egyik vállalkozásaként. Hát nem önök egy... indították, hanem csak később vették át a szavaiból, így vettem. Kér. És mi régóta bedolgoztunk ebbe a tévébe, mert nyílt egy lehetőség az evangélium közlésére. Uh -huh. Ugyan Semmiféle anyagi juttatást nem kaptunk, de örültünk, hogy legalább az evangélium valahol be lehet suvasztani, hogy így mondjam, műsorba tenni, ja. és ez hajtott bennünket alapvetően. És régóta bedolgoztunk már a is a név is utal rá, hiszen a Pax név az Úr Jézus utal. Tehát nem véletlen a név. Nyilván ez, ez meg irányozza a tévének a lelkületét. Igen, is jól lehet a, ezt művel. az eredeti alapító tulajdonos adta ezt a nevet, csak ha. mivel részint bejáratott név volt, másrészt meg egy picikét talán, bocsánat, hogy így mondjam, lejáratott is, mert sok ezoterikus műsor is volt benne régebben. Hát az alapítók és a tulajdonosok valamit meghatároztak, de a jelenlegi irányelvet azt önök határozzák meg, ugye, mert aki mellett mellettől, ő is Igen. tulajdonos. Egy pár szót legyen szívesen is magáról mondani. Igen, jó reggelt kívánok! Én Hadna Gyernő vagyok, és alapvetően közgazdász és vállalkozó vagyok. A legnagyobb cégünk egyébként a Daniela villamosság, de ingatlan fejlesztéssel is foglalkozunk, és mivel uh, hívő baptista emberek vagyunk, Kerestük mindig a lehetőséget az életünkben arra, hogy milyen ügyeket karolhatunk föl, uh -huh. és így találkoztunk 2022-ben, az ismerettség már sokkal korábbi a feleségem révén, és így karoltuk fel, így lettünk társadalmi sok a AX-ban. Egyébként magánemberként a meg két gyermeket nevelünk, egy 11 éves kislányt és egy 8 éves kisfiút. Visszakajodva a Paxra, Józsiék mellé álltunk be 2022-ben, és a, célunk az volt, hogy azt a fajta tudást, azt a fajta vállalkozási ismeretet és anyagi hátteret tegyük a PAX mögé, amit a szabadpiacon, a, gazdasági életben kamatoztatunk napi szinten. Tehát ha valaki azt mondja, hogy PAX TV, azt mondja, ez egy TV csatorna, nálunk is van, most jövök rá, mondhatja, vagy az, hogy én még sosem találkoztam vele. Hát akkor keresd meg a műsorszórókat, vagy kérheted, igényelheted, hogy lehet hozzájutni. Tehát magyarul az elő ember vagy hall róla, vagy találkozik vele. Hogyha valaki csak és azt mondja, hogy keres meg, mert ez egy jó csatorna, akkor hogyan mutassam ennek a legegyszerűbben? Mi a karaktere? Egy házi műsorokat, a lelkiséget kínál? Az alapindító ok, az benne van a motto mondatunkban, hittel, szeretettel, és a legfőbb célunk az, vagy majdnem, hogy mondhatom, az egyetlen, hogy az élő hitet szeretnénk továbbadni. Tehát olyan embereket hívunk be műsorokba, alapítunk műsorokat, uh, majdnem, hogy úgy mondjam, az ő személyükre, akik nagyon komoly élőhite rendelkeznek, és úgymond nem csak időnként elmennek a templomba. És itt tulajdonképpen mi teljesen ökumenikusak vagyunk. Jól lett protestáns beállítása, a Pax Televízió, de hát nyilván abszolút mértékben respektáljuk és testvérként tekintünk a katolikus testvéreinkre, és nagy öröm számunkra, hogy együtt tudunk munkálkodni. Ugyanez érdekes módon jellemző, sokan meglepődnek rajta a a rádióra is. Hát itt is, itt is. vannak olyan műsorok, olyan programok, és hát egy nyitott a rádió arra, hogy ezt megélje és a ökumenét szellemében működjön. Erről tudok, mert szoktam hallgatni, és nagy örömömre szolgál, amikor visszaköszön egy csomó műsorból a élő bizonyságtételek, szóval a bekapcsolom a rádiót a kocsiban, és akkor nagyon gyakran hallgatom a Mária rádiót. Hogyha valaki hallgat bennük, mondja, hogy én sose hallottam róla, de érdekelne akkor hogyan lehet-e hozzájutni? És ismét a cik kérdésem az alapvető, hogy mi a célja a Pax Televíziónak? A magyarországi háztartások 70-75%-a potenciálisan tudja elérni normális televízión keresztül, hogy így mondjam. Kábelen, tehát nem a földi sugárzásban, ugye? A Telekommal van szerződésünk, Digivel, Vodafone, igen. És a mindig, mindig extrában is benne van, nem? I igen, igen, igen. Akkor elérhető, elérhető tulajdonképpen a normál sugárzással, a valakinek a mindig tévéhez való csatlakozása igen. ki van egészítve az extrával. Tehát elérhető. Igen, sőt, és akkor itt Ernő most ebben ebbe nagyon sokat lendített. Igen, tehát alapvetően én is ahhoz a generációhoz tartozom, akik keveset nézzük a tévét, ugye a lineáris sugárzást, és az üzleti világban is. Az jellemző, hogy a, az online világban vagyunk jelen, és emiatt építettünk egy platformot, ami már elérhető paxtv.hu domén alatt. Egyrésztről ott is élő adást lehet követni, másrészt az összes olyan műsort, amit közvetítünk a tévébe, föltesszük erre a platformra, és ez ad nekünk lehetőséget arra, hogy visszakövessük, hogy ki mikor, milyen műsort néz. És nem utolsó sorban nagyon fontos az, hogy itt meg tudjuk szólítani a nézőinket, hogy támogassák a, a TV csatornát. Amit le tudtunk szűrni, az az, hogy inkább egy idősebb hallgatósága van a tévének, és emiatt ugye a célunk az az, hogy az online jelenléttel szólítsuk meg a minden más korosztályt. Emiatt ugye új műsorokat hoztunk létre, gazdasági műsort, fiatalokat megszólító műsort, és azon kívül, hogy a platformon ezeket ugye közvetítjük, mellette egy jelen vagyunk a közösségi médiában, Facebookon, YouTube-on, TikTokon, Instagramon, minden felületen jelen vagyunk. Szóval a cél az az, hogy építsünk egy olyan bázist és építsünk egy olyan platformot, ahol a a keresztény tartalmakat megmutatjuk a felhasználóknak. És a cél az az lenne, hogy ugye mivel, mivel ahogy mondta Józsi is, hogy ökomenikussal közvetítjük a, a tartalmakat, emiatt az lehetne a cél, hogy ha valaki valamilyen keresztény tartalmat keres, akkor menjen fel mindenféleképpen a paxtv.hu-ra, mert ott fönt van különböző közösségeknek az ige szolgálata, illetve ott vannak a sejtgyártási műsorok. Így jött létre ez a, ez a platform, és ez a, ez a célunk vele, és ahogy mondtam, utolsó sorban az, hogy meg tudjuk szólítani a hallgatóinkat, hogy támogassák a munkánkat. Minden műsorunknál alapelv, hogy valamilyen módon kell, hogy a hithez kapcsolódjon. Tehát csak úgy úgymond lárpullár, nem dobunk be jó műsorokat, aminek nincs köze a hithez. Vagy úgy, hogy a műsorvezető maga elkötelezett hívő, Például van egy divat műsorunk is egy olyan hölgy a műsorvezető, aki nem a polgári világból jött, hogy így mondjam, hanem nehezebb életkörülmények közül, és teljes szívéből megtért az Istenhez, és ő úgy gondolja, és ezt én is így gondolom, hogy attól, hogy valaki hívő, attól még nyugodtan nézhet ki jól, mondjuk, mint egy nő már, hogy adjon magára, stb. De ő is közben elmondja az ő bizonyságtételét, vagy utal igékre. De ugyanígy ez a főzőműsorokra is jellemző, hogy valahogy becsempészük az igét, és nem hanem pontosan a műsorban résztvevőknek a belső lelki erősségét közben azt, is elmondja. Igen. Valószínűleg nem arról beszél részletesen, hogy Pálaposton mit mondott a hölgy, hölgyek kozmetikai Hűző, Van arra célzás, akár Párnál, akár Péternél, hogy ne rakjanak föl Akkor aranyat, a, meg hajfonatokat, meg stb. Mindig ezt azért a korhoz is kell illeszteni. Igen. De a lényeg az, hogy mindent eh ahhoz kötünk, hogy valahogy átjöjjön az élet, ez mindig a cél. Akkor hagyj lépjék vissza most a konferenciára. Hogy alakult ki ez az elképzelés, hogy jött az ötlet az élet konferenciájához, mi vezetett? Tulajdonképpen a Pax TV-ben már ezelőtt két évvel lement egy sorozat, 12 adásból állt, aminek ez is volt a cím, hogy életvédők, de a műsorvezető éppen a családjába kiköltözött Amerikába, úgyhogy ilyen értelemben már nem tudta ezt folytatni. De annyira éreztük a szükségességét annak, hogy az életvédelmet a nézők elé tárjuk, hogy az egész társadalom tudatában legyen ennek a fontosságára, és egészen a fogantatás vagy a fogantatás előttől is tulajdonképpen már akár házassági tanácsadás, stb. onnan indulva, egészen a halálig, már bocsánat, hogy így mondom, mert ugye, ha már itt tartunk, ugye az eutanázia kérdése, tehát, hogy az életvédelme, ami nem csak a magzatvédelemről szól, és akkor itt jön az, hogy a gyerekeket megvédeni a káros internet hatásoktól, meg stb. Tehát ezek mind benne vannak, vagy akár a pornográfiával kapcsolatos álláspont, tehát bibliai álláspontokat szeretnénk megjeleníteni, mivel hogy hát sajnos ez a valós élet, és nekünk arra kell választatni, és az életvédelem, egy nagyon-nagyon fontos szelet, konkrétan most ennek az életvédő konferenciának, ami február 2-án volt, az apropója onnan jött, hogy az első világkonferencia volt az életvédő szervezeteknek, 156 országból voltak jelen Máltán és ott döbbentünk mi is a feleségemmel rá arra, mivel más kontinensekről is jöttek és beszámoltak. Például a pedofília, a gyerekkereskedelem elképesztő méreteivel, amivel mi nem voltunk tisztában. És szerintem Magyarországon sincsenek általában az emberek tisztával, hogy ez mennyire létező veszély. Nem tudom, mit lehet-e ilyet ajánlani, hogy a most futó filmekben van ilyen szabadság hangja, döbbenetes film, pont a pedofiliáról, gyerekkereskedelmi szó, döbbenetes. Tehát ezt bárhol meg lehet nézni Magyarországon. Úgyhogy ott a Máltai konferencián ébredtünk rá arra, és mondom, voltak új zélandtól Afrikánál, Dél-Amerikáig, mindenhonnan voltak küldöttek. Borzasztó helyzetek vannak a világban, amiről ők is beszámoltak. Tehát ez egy sürgetés volt, hogy igenis, már majdnem, hogy nem is elébe kell mennünk sajnos Magyarországon, hanem egy jelenséget kell az emberekbe tudatosítani, hogy hogyan készüljünk föl rá, és ez nem zárult le ezzel a konferenciával, tehát ezért szerveztük, mert mi megéreztük, hogy ennek óriási jelentősége van, és szükséges egy ilyet rendezni. Részvevőket hívtuk mindenféle felek, szerintem a fele katolikus volt egyébként az előadóknak, Legalább a fele. És az egyik előadó odajött, pont ezen a filmvetítésen találkoztunk egyébként a konferencia után egy héttel, és odajött, és azt mondta, hogy hát fantasztikus volt a konferencia, és annyira élveztem, hogy egyrészt volt közönség, tehát nem a szakmán belül beszélgettek csak. 15-en, hanem közönség előtt szerveztük. Másrészt, hogy ez kimegy az emberek elé, és azt mondta, hogy ez nem csak információcsere volt, hanem egy olyan lelki közösséget alkottunk ott együtt, ami tényleg mindenkinek ez van a szívébe, hogy a Istenbe vetett hitünk alapján mit tudunk tenni ebben a témakörben életvédelem fogantatástól a halálig. Igen, hát ez a kérdés olyan, amelyik talán nem volt ennyire jelen a magyar közgondolkodásban, mint amilyenek most jelen vannak, hiszen olyan botrányok jönnek föl, amit a média Fölhoz, ugye ez, ez nem a keresztény oldalról, hanem a média oldaláról, amelyik ezt kiteszi az asztalra. Kell, hogy erről keresztény módon is gondolkodjunk. Ez egyetértünk vele, hogy teljesen független felekezettől, hogy az, ha az életről beszélünk, ugye itt a Pax TV az életért konferenciáról van szó, akkor ez is ide tartozik. Ugyanakkor arra is kell majd gondolom figyelmet fordítani, hogy hogy jut ide, az ember tehát nyilván a szexualitásnak a normális megélése is beletartozik a keresztény lelkiségbe, tehát ez is én gondolom, hogy előbb-utóbb az asztalra kell, hogy kerüljön, nem csak az, hogy már a meglevő élet, mert ha már van egy élet, akkor azt védeni kell. Igen. Hanem hogy hogy jutunk ide? Igen. Tehát ugye ez a gyerekkereskedelem és az abortusz kérdése, ez, ezt megelőzi azért a helyes szexuális gondolkodás és nevelés és az identitás is a kereszténységen belül, a családokon belül. Pontosan, hát tulajdonképpen a műsoraink fele szinte erről szól, a neves pszichológusokkal csinálunk műsort. is volt előadó, de igen. másokkal is, de Magdi is, vagy Uzsadiné, Pécsi Vita, Pécsirin. tehát ővele is élő sorozataink vannak, meg Emőkével újra kezdünk majd sorozatokat. Tehát abszolút napi van, és sajnos kénytelenek vagyunk a pornóról is beszélni, mert elképesztő méreteket ölt. És a műsoraink például van a Love Story, és azután, amikor keresztény házasvárokat hívunk meg, hogy hogy lehet egybetartani a házasságot, sőt, még úgymond növelni a vonzalmat a felek között az évek múlásával, és ebben is akár az ismerkedéstől kezdve, hogy mondjuk egy modell, hogy úgy házasodnak össze, hogy előtte nincs együttélés, hanem bibliai alapokon igenis tisztán mennek bele a házasságba, és ennek a személy aspektusait, hogy ki hogy élte meg, ezt abszolút életpéldákon keresztül vezetjük be. Itt én annyival egészíteném ki, hogy azért tartottuk fontosnak a, a saját platformot és a saját szerver hátteret, mert akár az életvédelemmel, vagy, vagy akár olyan témákkal kapcsolatosan, ami a, a nagy platformoknak, mint a YouTube, Facebooknak a szabályait sérti, ugye ilyenkor letiltják a csatornát, és ugye többször fordult elő az, hogy két hétre ugye teljesen felfüggesztették a Pax tv hm. És, emiatt... nincsenek is jelen a Youtube-on, ebből kifolyólag? Jelen vagyunk. Visszakapták a bünti után. Hát a két hét után, ezek a két hetek után visszakaptuk, de nagyon fontos az, hogy ezek olyan szervereken is legyenek, ezek a tartalmak, ami mindig elérhető. Hm. És ez is egy, egy, fontos indok volt, hogy saját platformunk legyen. Formálisan hogy nézett ki? Hány napig tartott? Hány előadó volt? És a, ezek az eladások akkor visszamenőleg is elérhetőek a közönség számára aki érdeklődik hogyan találja meg ezeket egy napos volt maga a konferencia ez február második a pénteki nap volt, de nagyon sűrűn váltották egymást az előadók különböző témákban. Hát most szám szerint nem tudom, de olyan 18 körül volt az előadóknak a száma, és tényleg mindenféle felekezetből és mindenféle korosztályból voltak előadók, egész fiatalok is, férfiak és nők vegyesen. És hogy hol nézhető meg, hát a pakstelevízió.hu mindenképpen megnézhető most már minden műsorunk fel, Töltése kerül került, ott például visszanézhető. A korábbiak is. A igen. Korábbiak igen. Is. abszolút, -e, abszolút -e. Erre gondoltam, amikor itt az Ernő mondta, hogy a Youtube-on nem engedték önöket, hogy a régi dolgok is gondolom megvannak, ugye? Vernő? Megvannak igen. Tehát igen. amit esetleg a Youtube nem engedett, azok elérhetőek. Gyakorlatilag az összes tartalmat feltöltöttük, és minden visszanézhető a AXI Tehát viszonylag könnyen elérhető. Ismerjük a régi viccet, amikor a gyerek hazamegy a templomból, és akkor mondja neki, hogy a régi falusi klímában egy Isten tisztelet után hazamegy. Azt mondja, miről beszélt a pap? A gyerek, hát a bűnről. És mit mondott? <laughs> Ugye? Tehát ez a. Bocsánat. Ez a régi tréfajdot eszembe, amikor azt mondom, hogy ebbe a témába biztos, hogy szabad keresztény, baptista, katolikus, bármelyik keresztény, abszolút egyetértünk. Szinte biztos ráállíthatjuk, és mégis milyen fontos az, hogy az eladások kifejtsék ezeket, vagy segítsenek egymásnak közelebb kerülni, nem csak a témához, hanem egymáshoz is. A Pax TV munkatársai helyett tulajdonosai vannak itt között, de a kettő ugyanaz. Ugye szolgálni azt a közösséget, akik ráhangolódnak, akik nézik, és szeretettel köszöntjük Gere Józsefet és Adna gyermórakat. Mérintetünk sok témát. Még egyszer, még mielőtt elbúcsúznánk, hogyha valaki most kedvet kap, hogy rákeressen és megtalálja az imént említett programokat, merre induljon el, milyen felépítése van a honlapnak, hova kattintson. De gyakorlatilag a paxtv.hu doména alatt meg fogja találni az összes műsorunkat, az életvédő műsort is, és az összesen sejtgyártási műsorunkat, amit készítettünk az elmúlt években. Ezen belül kiemelném a gazdasági műsort, amivel szeretnénk a vállalkozókat is megszólítani, illetve a fiataloknak is a készített műsort, az adomazét, ugye a vállalkozóknak szóló műsorunk, vagy a vállalkozásról, a gazdaságokról szóló műsorunk, az áldás és átok címe van jelen. Ez az elsődleges elérés, de természetesen, ahogy mondtuk, az összes online platformon jelen vagyunk, mint YouTube, Facebook, ott mindenhol, hogy a Pax TV-ként kell keresni a cégünket. Nem akartam a drága kollégámmal, de amikor a Pax szó elhangzott, akkor ott az üdvözítőre utaltál, hát a Krisztus a béke fejedelme ilyen értelemben. Tehát például az alapi, akik kitalálták, akkor ők megfogalmazták, hogy miért ezt a nevet választották? A béke szót. Aki ezt a televíziót elindította, egy székely magyar vállalkozó, katolikus hátterű, és nyilván a név talán innen származik. Egyébként azért is úgymond megtartottuk, mert az emberek így ismerték, másrészt egy nagyszerű név, tehát mi nagyon örültünk. Ráadásul én Amerikában is elég sokat voltam, és ott is van egy ilyen uh, csatorna, bár ott még gyilkosabb a média az, bocsánat, ott néha van, néha nincs, most már nem nincs annyira. De a lényeg az, hogy ott is, az mind vallási tartalommal volt megtöltve. Hát itt nincs gyilkos ütközet a rádiónak és a televíziónak, mert a Mára rádióban itt békés hangulat uralkodik, és ezt kérjük, hogy a Krisztusunk az ő békét adja nekünk, és ez a béke pedig legyen alapja a munkánknak. Talán lassan közeledve egy percünk van. Ezzel a gondolattal kell, hogy elbúcsúzzunk a vendégeinktől, akik megtiszteltek bennünket a napindítóban, itt a Mára rádióban, Szent József napján. Nem tudom, maradt-e még itt téma esetleg, amit, amit nem érintettünk. Itt még annyit had mondjak hogy már említettem, hogy belső indítatásból vettük mi ezt át. Nekünk ez az erőség, mert rengeteg kihívással küzdünk, mint ahogy gondolom a Mária Rádió is sok szempontból, főleg a kezdetekkor. Én amikor megtértem a koromban, az tulajdonképpen az első naptól kezdve fogalmam sincs, hogy miért, de elkezdtem imádkozni azért, hogy hangozzék az evangélium a rádióban, ez 48 évvel ezelőtt volt, mert akkor nem hangzott az evangélium a médiában. Ezt a vágyat helyezte Isten a szívemben, és én mindig úgy képzeltem, hogy ott áll a tévében, és hirdettem az evangéliumot. És ez egy csoda, hogy egyáltalán ide jutottunk, mert sem anyagi lehetőség, nem akarok erről a hátteréről beszélni, bár lehetne, de a lényeg az, hogy ez visz előre személyesen engem is, bennünket, hogy tudjuk, hogy Isten munkájába vagyunk. Nekem az utolsó gondolatom az, hogyha hogyha Isten a, a szívükre a hallgatóknak, akkor támogassák a munkánkat, hogy elhangzott már a paxv.hu-nára megvan a lehetőség, és minden felajánlásnak örülünk.